Valóban úgy áll most az életünk, hogy a kultúra, ezen belül a színház és a filmművészet soha nem látott támogatást kap, és mégis valahogy az elosztással, a felhasználással baj van, mert ezek a pénzek nem egészen oda jutnak, vagy nem olyan mértékben, mint ahol a legjobb helyük lenne. Azért gondoltuk, hogy most érdemes erről a kérdésről egy picikét beszélni, mert eddig mindig lehetett arra hivatkozni, hogy nincsen a rendszerben elég pénz, most ez nem így van, de mégis hol a pénz? És ennek olyan sok okozója van, tehát ennek a fura viszás helyzetnek, hogy, és ezek szakmai kérdések, ez szerteágazó is, erről el kell kezdeni beszélni, és hogyha némi tisztánlátással leszünk, és megfogalmazzuk a jövőt, mit kellene ahhoz lépni, hogy a leggazdaságosabban használódjon ez a pénz, és a legeredményesebb és legminőségibb legyen, az most egy picit a mi felelősségünk, mert nekünk van még összehasonlításunk azzal az időszakkal, vagy arról, ami már a múlt, ahol annyi oldalról volt a baj, de voltak jó példák, és mi még ezekre emlékszünk, és talán mi jobban képesek vagyunk valami utat mutatni ebből a szerintem egyébként picit csőd helyzetből, tehát kicsit tehát esztétikailag gondolom, mint a fiatalok, akiknek nincsenek a múltba nyúló ismereteik. Tehát azért gondolom, hogy ezen a konferencián most itt az előadóknak és a hallgatóságnak is nagy felelőssége van, és talán meg is érett a helyzet, hogy ennek most volt a legjobb ideje, hogy ezt létrehozzuk, már ezt a beszélgetést, és talán sikerül eredményesnek lenni. Én nagyon bízom benne, és egyébként, ha nem, akkor újra kezdjük. Magyarország soha nem volt az élvonalba. Azért, mert azok a szemléleti irányváltások, ami akár csak a környező országokban, a színház kultúrában lezajlott, az itt nálunk nem történt meg. Tehát ez inkább színészközpontú és sokszor bulvár színjátszás volt, tehát annyira nem érintette az egész színpadképet, tehát valahogy erre nem fogalmazódott meg igény. És így mi, már Magyarország mindig is lemaradásba voltunk, akár az oroszokhoz, vagy a lengyelekhez, a románokhoz, a csehekhez képest. Tehát tulajdonképpen már az most emlegetett régi idők is sántikált. Tehát ott, ha valaminek örülni lehetett, az, hogy még éltek azok a szakemberek, akik nagyon megtanulták a szabászatot, tehát a civil szabászatot, és olyan komoly alapjuk volt, amire ha kellett, akkor mindig lehetett a történelmi szabászatot is építeni. Tehát az a hivatkozott múlt, amit még a régi szép időknek mondtunk, amikor még jelen voltak szakemberek, ott is volt egy szemléleti váltásra való igény, vagy lett volna, és ez valahogy nehezen történt meg. Tehát ezek a maguk területén jól képzett mondjuk szabászok egy idő után már eltűntek a pályáról, és ők nem változtak meg, tehát ők nem tudták volna ezt az új irányt képviselni, hiszen nem is az ő feladatuk lett volna, de legalább az a tudás az alapként éltethette volna ezt a mi meg nem történt szemléletváltásunkat, de nem így lett,
hanem ők eltűntek a területről úgy, hogy a tudásukat igazán átadták volna a következő érdeklődőknek, és így a színház csinálók, tehát azok, akiket szakembereknek mondunk, azok egyre szerényebb tudást tudtak ebbe a közösbe beadni. És ami az országunk körüllevő példákra azért hivatkozom, mert ott megvolt a magas szintű szaktudás is, és egy kísérletező és a látványra nagyon komolyan építő színház szemlélet volt, ami mondom hozzánk alig-alig jutott el. Tehát nekünk duplán nagy a feladatunk, illetve én akkor, amikor Pozsonyból a diplomámmal a zsebembe hazajöttem, akkor azt gondoltam, hogy reménytelen a helyzet, hogy itt annyi a tennivaló, annyi mindent kellene átalakítani és más irányba terelni, és ennek ellenére nem tudott ez a hiányérzetem valahogy széles körbe addig terjedni, hogy ez tettekre változott volna. Tehát mindig azon a szűk területen, ahol én mozogtam színházakba, ott valamit el tudtam érni, de hogy ez egy az egész szakmát érintő közös elhatározás és fejlesztés lehetett volna, arra nem került sor soha. És most vagyunk ott, annál a pillanatnál, hogy valóban nem csak, hogy lenullázódott ez a terület, hanem már a negatív tartománynál vagyunk. És ez annyira gazdasági és esztétikai kérdés lett, hogy engem ez már, mint magánembert is zavar. Tehát nem csak szakemberként mondom, hogy legyen itt a vége, hanem nem lehet ezt a pénzünkkel csinálni. Azt az ízlésrombolást és mindennek pusztulását végignézve asszisztálni egy igen rosszul működő gépezetnek, ami fölőröl mindent. Ez így nem mehet tovább. És így jutottunk el odáig, hogy kell ez a konferencia, ahol azok az utolsó és nagyon hiteles szakemberek szólalnak meg, akik a saját szakmájukat magas szinten képviselik, és hitelességben, és az ő szájukból ezek mind igaz mondatok. És most így a konferencia végén az látszik igazolódni, hogy annyiféle stílusba és megfogalmazásba ugyanazt mondja mindannyiunk. Tehát létrejött egy, azt gondolom, hogy alaposan körbejárt és megfogalmazott igény, hogy itt lépni kell. És miután eddig hiába kiabáltunk szűkebb, tágabb körbe, vagy én ordítoztam egyedül, nem történt semmi. Most viszont már minden színházi erő és kicsi magándöntés ehhez kevés. Tehát most van az a pillanat, hogy változtatni már csak komoly kulturális kormányzati döntéssel lehet, mert annyira nagy lett a baj, annyira nem egy ponton megfogható, hanem sok embert és az egész rendszert érintő változtatásra van szükség. És ennek persze gazdasági és nagyon sok, de még a színházi törvényt érintő elágazása is van. Tehát szerintem ez a legjobb kor lett, és pont ezért talán van esélyünk, hogy elindítottunk valamit, és talán lesz majd egy konferencia, amikor a sikerekről számolunk be. Azt gondolom, hogy megint csak a szomszédos példákra
hivatkozva, és a magyar múltban is azért volt egy színházi gyár, meg működött a Bécsi utcai jelmezkészítő üzem, de ennek egy mai formáját kellene létrehozni azzal a tudással és azzal a sok tapasztalással azért, ami még most összehozható, tehát 21. századi szinten, és egy olyan központ, ami nem csak gyártóközpont, és nem csak az oktatásról, az utánpótlásról gondoskodhatna, hanem erre az emlegetett, az általam emlegetett francia mintára, ami Moulin városában működik, egy nagy kastélyban, ami egy olyan színházi központ, ahol nem csak a kiemelkedő értékű ruhákat mentik meg, nagyon komoly szakemberek, és ebből kiállításokat rendeznek, hanem divattervezők, kortárs tervezők kiállításait lehet látni, konferenciák vannak, és saját könyvkiadásuk, a legszebb könyveket vettem ott, és ennek az intézetnek komoly turista közönsége van. Tehát oda, mint egy múzeumba mennek az emberek, és csodálatos kiállítások és folyamatos programok vannak. Tehát egy ilyen óriási létesítmény kellene, ami gazdaságos, ami értékmentő, ami központunk, tehát a művészeknek is egy helyszíne lenne, ami vonzza az érdeklődőket, a közönséget, turistákat. Tehát ez egy most már egy 21. századi gondolat szerint lehetne. A díszlet és jelmezgyártás helyszíne lenne tulajdonképpen ez a gyár, és a képzésről is kellene gondoskodni, mert valóban eljutottunk addig a pontig, hogy alig vannak tanult, hogyha most a jelmezre gondolok, tanult szabászok, a fodrászok már a színházi területen. Van olyan színház, ahol nincs is, hogy nem tudnak már bajuszt és hajat csinálni, az már normális. Hogy ceruzával rajzolgatják a bajuszokat a színészek, azt gondolom, hogy ez az amatőrizmus mélypontja. És ugyanúgy a sminkelést nem tanítják, nincs jelen a színházakban. És most mindegy, most lehet azt mondani, hogy a színházakban egy ilyen furcsa, félreértett modernizmus zajlik, és nem is kellenek már díszletek, meg jelmezek. Azért megjegyzem, hogy Nyugat-Európában ezek lassan lerágott csontok, tehát ez a mozgalom régen kezdődött, és lassan ráun a világ, és újra igény van arra, hogy az előadások ne állandóan a nincsre épüljenek, hanem a darab megfejtése az műalkotásszerű képzőművészeti megfejtése legyen annak az üzenetnek. Lehet egy ideig, óráig tartó mozgalom mindent öltönybe tenni, de ez jó volt akkor, amikor valaki ezt először kitalált, és nagyon, nagyon szervesen és tartalmi kapcsolódott ahhoz a darab értelmezéshez, de ezt nem lehet mindig mindenre ráhúzni. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a nincsből nem lehet állandóan fogalmazni. És olyan szakemberekre van szükség, akár abban a pillanatban kell-e nagy ruha, nagy történelmi ruha, vagy nagy bonyolult díszlet, akik mindenre készen, a szakmájukat a csúcson ismerve művelik ezeket a területeket, hiszen 2 perc múlva majd igény lesz arra, hogy legyenek nagy ruhák, nagy díszletek. Tehát mindenképpen a tudás az alapja mindennek. Hiába van most éppen olyan divat, vagy azt majmolja mindenki, hogy most ne legyen semmi. De nem akarunk szerintem állandóan STK várókat nézni, és minden Goldoni, és minden Molière ott játszódik, és mindenki azt mondja, hogy ez modern. Hát ez nem, ez már lassan olyan unalmas, hogy nem visz ez már sehova. Tehát ez
ez egy gyorsan vagy lassabban véget érő mozgalom. Egyedül a tudás, a szakemberek tudása az, ami az állandóság, amit bele kell tenni ebbe az egészbe. Tehát ők legyenek jelen, ők döntsenek nagy kérdésekbe. Jó, mert mindig készen kell arra lenni, hogy valami nagy dolgot csinálunk. Tehát nem, én nem kötöm magam a történelmi ruhához, mert azt is sokféleképpen fogalmazzuk, de az nem tud eltérni a történelmi ruhától, aki nem tudja, hogy is éltek az emberek, hogy hordtak mindent, az nem tud abból viccet csinálni, nem tud karaktert fogalmazni. Tehát a tudás az alapja mindennek.